Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Én az Óbudai Kulturális Központ igazgatója vagyok, Lőrinc Edina, és szeretném megköszönni nektek, hogy tudom, hogy nagyon sok elfoglaltságotok van az iskolában, és ennek ellenére eljöttetek ide erre a műveltségi vetélkedőre. Az ötödik helyezést ért el az Óbudai Nagy László Általános Iskola Fény elnevezésű csapata. A negyedik helyezettek többen is vannak, a Pajzs Dezső Általános Iskola Unikornisok csapatát szeretném kérni, gratulálni. A második Rákóczi Ferenc Általános Iskola Festetics csapatának is gratulálunk, ők is negyedikek lesznek. A Kerék Általános Iskola Pulykák című csapatának, és a Kludi Gyula Általános Iskola Pirinéni Illatos Buborékjai. A harmadik helyezettek a Csillaghegyi Általános Iskola MLD. A második helyezés lett az Óbudai Szent Péter és Pál Általános Iskola Szabó Magda csapata. Gratulálunk! Óbudán 2012. januárjában a legnagyobb műveltséggel rendelkezett itt éppen az Óbudai Kulturális Központban. Ők a Harrer Pál Általános Iskola magyar csapata, és hát egy legnagyobb tapsot kérünk szépen nekik. Markus Tomi. Hola, Márton. Dadányi Vitta. Sokat készültetek? Igen, rendszeresen. Most volt irodalomvizsgánk, és sokat tanultunk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és nagyon remélem, hogy talán ez egy picit biztatás arra, hogy még többet olvasgassatok és ismereteket szerezzetek. Mindenkinek további szép napot kívánok.